Szóval sok-sok évvel ezelőtt itt Gyulán Sütő András Államkommandó című darabját mutatták be. Málik Színház előadása volt, Sik Ferenc rendezte, és akkori férjem Kaszás Attila is játszott az előadásban. És hát én itt voltam végig vele, követtem a próbákat, ugye, mert én nem játszottam benne. És hát nagyon sok szép élmény fűz Gyulához. Sokat úsztunk itt a környéken. Nem tudtunk aludni a békáktól, akik örökké kuruttyoltak, és állandóan rájuk kiabáltunk. Arra emlékszem, hogy a Szarvas Jóskának még nagyon kicsi volt a fia, és azzal sétáltam, amit kézen fogva, míg a papája játszott, mert a Szarvas Jóska is játszott az előadásban, és hát csodálatosan Kern András és Lukács Sándor, és még sokan mások, Zsíros Ági, aki sajnos már szintén nincs közöttünk. Úgyhogy nekem ez egy nagyon különös és furcsa élmény, és amikor újra ide jöttem, ez olyan, megrendített engem. Hát azért, mert azért ezek nagyon örökké belevésődnek az emberbe, ezek az élmények. És nem csak ezért, hanem azért is, mert én nagyon szeretem ezt a sütődarabot. Színházatnél jövő évadban Szász János rendezi az Államkommandót, aztán a Vix Színházban Büchner Danton halálát, Alföldi Robert, én pedig kezdem a Pop Fesztivált. A Pop Fesztivált, aminek egy koncertváltozatát mutatjuk majd be a Vix Színházban, azért mondom el ezt mindig, hogy senki ne csalódjon, hogy nem az egész darabot láthatja már, de én remélem, hogy tudom majd valami nagyon különlegeset és érdekeset nyújtani, hiszen a valóság és a múlt és a jelen is sok minden olyan, van egy körülbelül egy órás videófilmünk, ami még a régi előadásokról, meg az utazásokról megmaradt, úgyhogy ezt fogom összemixelni az előadással, igen, és majd a Magyar Dalnapján szeptember 8-án mutatjuk be, és aztán később is műsoron fogjuk tartani. Úgyhogy egy izgalmas évad elé nézünk a Vix Színházban.